Szia, Körtvéesi Gábor vagyok. Vezető tanácsadóként dolgozom a Senza Consultingnál, és a visszajelzéstársról szeretnék néhány gondolatot mondani. Mi az az öt alapvető probléma, amit a vezetőid elkövetnek, amikor visszajelzést adnak? Hát az első az, amikor nem fejlesztő szándékú a visszajelzés. Egy visszajelzésnek mindig fejlesztő szándékúnak kell lenni. Nem lehet azt csinálni, hogy csak úgy adom a visszajelzéseket, és nem gondolkozok abban, hogy a másik az hogyan fogja ezt megkapni, hogyan fog vele ezzel dolgozni. Magyarul az ő fejében azt kell kialakítanom, hogy hú, ez tök jó, most pozitív visszajelzést kaptam, tök jó, ezt kell csinálnom továbbra is, köszi, hogy megerősítetted, főnök. A másik fejlesztő esetében, hogy hú, hát nem jól csináltam, de kaptam egy megoldási utat, hogy hogyan tudom jól csinálni, és ez is milyennyire jó. Tehát nagyon fontos, hogy fejlesztő szándék legyen mögötte. A második probléma az ezzel összefügg, hogy kritikát ne alkalmazzunk. Ugye van megerősítő visszajelzés, fejlesztő visszajelzés, és hát zárójelesen használjuk a kritikát, hogyha valami nem tetszik, akkor oda durrantunk. Hát ha vezetőid ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen ülj le velük beszélni, mert minden egyes kritikát át lehet fogalmazni fejlesztő visszajelzéssé. Tudom, nem könnyű, de meg lehet csinálni. Nézzük meg azt, hogy egy helyzetben a munkatársunk nem teljesített. Mondjuk egy táblázatot nem készített el időben. Hát el lehet neki azt mondani, hogy enye-benye, mit képzelsz magadról, hogy megint nem veszed figyelembe a határidőket, de lehet ezt egy fejlesztő visszajelzésként is megmondani neki, ami mit jelent, hogy először konkrét tényekről beszélünk, nem érzelmekről, hanem tényekről, ugye ez a harmadik probléma, hogyha a vezetőnk nem tényekről beszél, hanem érzelmekről. Tehát megfogalmazunk egy konkrét tényt, hogy ez a táblázatnak a határideje délután 4 órakor lejárt. Most 4 óra 10 perc van, és még mindig azon dolgozunk, hogy ez mikor lesz kész. Jó esetben, hogyha ügyesek vagyunk, akkor el tudjuk mondani, hogy ennek milyen hatása van a szervezetre. Nem tudnak egy pénzügyi elemzést azért elindítani, azt nem tudják külföldre kiküldeni, és STB, addig mondogathatjuk ezeket a hatásokat, ameddig azt nem érzi a dolgozó, akinek mondjuk ezeket a visszajelzéseket, hogy hú, ezt tényleg lehet, hogy jó lett volna időben megcsinálnom. És hogyha már itt tartunk a visszajelzéssel, akkor valószínű a javaslatunk az már nagyon egyszerű lesz, vagy elképzelhető, hogy maga a munkatárs fog rájönni arra, hogy mit is kell neki csinálnia. A megerősítő visszajelzéssel szintén semmi probléma, tényeket fogalmazzunk meg, és mondjuk el, hogy miért volt jó az, amit ő csinált. Megbeszéltük a tényeket, mint harmadik pont, a negyedik pont pedig az, hogy nagyon fontos, hogy a jövőre is gondoljunk, hogy ez hogyan fog a holnap, holnap után, fél év múlva hatást gyakorolni a dolgozóra. Tehát, hogyha elmondtuk azt a tényt, vagy elmondtuk azt a fejlesztő visszajelzést, vagy megerősítő visszajelzést, akkor nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen a jövőre is vetítsük ki. Tehát, hogyha ezt a cselekedetet te végzed, mert hogy jól csináltad, akkor a jövőben ezt is ezt éred el vele. Vagy a fejlesztőnél, hogyha ez a cselekedet megtörtént, és voltak következményei, akkor javaslom, hogy tedd ezt, mert az ezt is ezt fogja hozni neked a jövőben. Ugye beszéltünk még a kritikáról a második pontban, a kritikát fogalmazzuk át fejlesztő visszajelzéssé. Minden egyes helyzetben lehet fejlesztő visszajelzést adni, ahol a kritika gyorsan beugrik, ott váltsunk, ne számoljunk el 10-ig, és gondoljuk végig, és mondjuk egy fejlesztő visszajelzést. Nagyon fontos, hogy ezt a visszajelzést egy vezetőt, ha alkalmazza, akkor ő dönti el, hogy melyiket veszi elő. Tehát mondjuk egy 97,5%-os teljesítménynél a vezetőnek kell, hogy eldöntse, hogy erre megerősítő visszajelzést ad, mert hogy 97,5%-ban teljesült, mennyire jó vagy és milyen ügyes vagy, vagy pedig fejlesztő visszajelzésként, mert hogy csak 97,5%-ban készült el, 2,5%-ben nem, és erre lehet fejlesztő visszajelzést adni. És akkor az ötödik pont, hogy csapatnak meg az egyénnek ez egy nagyon-nagyon jó motivációs eszköz. Mindenképpen a megerősítő visszajelzést használjátok, vagy használják a vezetők csapat előtt is akár, vagy akár az egész csapatra vonatkoztatva. A fejlesztő visszajelzést meg jobb, ha négy szem közt alkalmazzátok. Hát sok sikert kívánok!
ezeknek a használatához, segíts a vezetőidnek, hogy ők is jobban és hatékonyabban tudjanak visszajelzést adni a különböző feladatokra a mindennapokban. További szép napot, szia!